a konferencia fő témája Délvidék 1941-től 1944-ig tartó időszaka volt. Az elmúlt 80 évben számtalan alkalommal kutatták és ugye bemutatták ennek az időszaknak az eseményeit, de ez többnyire abban csúcsosodott ki, hogy a két fél hogyan írtotta lényegében, hogyan írtotta egymást, és igazából ennek szeretnénk pontot tenni a végére, és egy valamilyen újabb módon bemutatni ezt az eseményt, a második világháborús eseményt, amely ugye az egész világra nagy hatása volt. Az eseményen hazai és magyarországi történészek is részt vettek és tartottak előadásokat. Egy-két kérdéssel fogok foglalkozni a második világháború ideje alatt, tehát a visszatért Délvidék kereteibe mi és hogyan történt Újvidéken. Természetesen nem a teljességében, hanem csak egyes kérdésekkel, hogy miben különbözött Újvidék mondjuk rá bizonyos más településektől itt a Bácskában a visszatért Délvidéken. Szakály Sándor az előadásában bemutatta azt a folyamatot, ami 1939 és 1941 között történt Magyarország és az akkori Jugoszlávia között a Délvidék esetében. Ahogy mi Magyarországon mondjuk, hogy tér vissza a Délvidék, illetve vannak egy része, és milyen események zárcoltak le itt, milyen volt ezzel kapcsolatban a vita, miként lesznek szerb nemzetiségű képviselői a Magyarországgyűlésnek, és miként alakul ez a helyzet aztán a későbbiek során. Tehát én nyilván a 39-41 közti időszakot fogom elsősorban említeni az előadásomban. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság évente legalább két tanácskozást szokott tartani, ezúttal pedig egy színvonalas előadásra került sor a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének köszönhetően, emelték ki a szervezők.